A pihenés akkor az igazi, ha az ember családi körben barátokkal lehet, vallják a járás polgárőrei, akik házastársukkal, valamint gyermekeikkel, unokáikkal érkeztek a Kányavári szigetre. Az önkéntesek nem csak a családtagok támogatását köszönték meg, hanem egymás munkáját is, hiszen a rendezvényen elismeréseket is átadtak. Az egyik érdemérmet Móricz Zulejka kapta. Állatvédő vagyok, civil állatvédő, és úgy gondolom, hogy a polgárőrséggel együtt nagyobb lehetőségünk van arra, hogy például állatokat mentsünk, vagy ha probléma van, akkor egy telefon és segítenek bármiben. A polgárőröket büszkeséggel tölti el, hogy lakóhelyük segítségére lehettek, mondja egy másik kitüntetett. Mióta az aktív munka végzésemet befejeztem, akkor léptem be ebbe a polgárőr egyesületbe, és azóta próbálom ezt az egyesületet szolgálni. Mindamellett Nagykanizsa városát is, úgy érzem. A tapasztalatok azt mutatják, a települések lakói hálásak a polgárőrség jelenlétéért. Tudunk tenni a közösségért, ha csak gondoljunk bele, hogy egy kisebb településen, ahol a polgárőrségen kívül nincs más közösségmozgató erő, ott nem csak az a feladatunk, hogy járőrözzünk, hanem egy picit összetartjuk a közösséget is. A Zala megyei Polgárőrszövetség Nagykanizsai járás által szervezett családi napon az önkéntesek mellett baráti egyesületek is részt vettek. A programon minden korosztály talált kedvére való elfoglaltságot.